Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, Önök időben című műsorunkat látják. Vendégünk a stúdióban Márki-Zay Péter polgármester, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Polgármester úr, úgy tűnik, hogy a parlamentet, az országgyűlést jogszabályalkotásra készteti. Most már szerintem legalább másodszor, az egyik volt a földadóval kapcsolatos ügy. Most meg én azt gondolom, hogy a szuverenitásvédelmi törvény is azért született meg, mert a Mindenki Magyarországa mozgalom külföldi támogatást kapott. Igen, és még mindig nem sikerült ez a fideszes jogalkotás. Ez alapján a Fideszt annó ki lehetett volna zárni a választásokból, hiszen a Fidesz valóban külföldről kapott pénzt. Sorostól, európai alapítványoktól és a többi. Tehát ők külföldi guruló dollárokért pártként, még azt is merre mondani, hogy hazájukat elárulták, nem ezekért a pénzekért, az inkább az orosz erőmű, kínai vasút, kínai egyetem és hasonló társai, vagy éppen a csádi katonai bevetés. De a Fidesz az elbukott volna ezen a törvényen, de az MMM, a Mindenki Magyarországa mozgalom nem. Ugyanis még az új törvény is lehetővé teszi, hogy külföldön élő magyarok egy nem pártot támogassanak. Lázár János megint azt mondta, hogy nem kap a kormánytól támogatást Hódmezővásárhely, ha önt választják meg a következő választáson, mindezt hazaárulózás kíséretében, és akkor utalt a külföldi pénzekre. Hát a hazaárulózást már sokszor megbeszéltük, tehát én valóban fölháborodok azon, ahogy a Fidesz elárulja a hazát kínai és orosz érdekből, katonákat küld Csádba, most már Irakba is, tehát ez valóban hazaárulás. Az ő saját szuverenitási törvényüket látványosan megsértik akkor is, amikor például Le Pen francia kampányát támogatták magyar hitellel. Tehát valóban van olyan, aki hazaárulást követett el. Mi azonban Kossuth, Rákóczi, az 56-os magyar hősök, vagy éppen Orbán Viktor és a rendszerváltó 88-89-esekkel azonos módon külföldi segítséget kérünk hazánk ezeréves történelmének legkorruptabb kormánya ellen, mindezt azonban mindvégig törvényesen. De ezután már nem tehetik. Még egyszer mondom, hogy még a Mindenki Magyarországa mozgalom tavalyi kampánya sem esik ez alá a szuverenitás védelmi törvény hatája alá, ugyanis mi nem pártként külföldi magyar állampolgároknak a pénzét fogadtuk el, ezt még ez a törvény sem tiltja. De visszatérve azt, hogy Hódmezővásárhely kap vagy nem kap kormányzati pénzeket, hát most éppen a minisztériumnak, igaz nem Lázár minisztériumának, hanem Navracsics miniszter úrnak az egyik munkatársa jött le egy héttel ezelőtt Hódmezővásárhelyre, és keresztük azt a lehetőséget, hogy az ő általuk Vásárhelytől elvett pénzeket hogyan tudnák esetleg mégis még az utolsó pillanatokban részben legalább kompenzálni és megadni Vásárhelynek. Van együttműködés a kormány részéről, ez egyébként önmagában akár örvendetes is lehet, és természetesen Hódmezővásárhely a normatívákat, ami akár a bölcsőde, múzeum, közvilágítás, közétkeztetés, tehát mindazokra a feladatokra, amit az önkormányzat ellát, mindeddig megkapta, ezután is meg fogja kapni, nem, efelől nincs kétségem. Lázár János valóban el tudja érni azt, hiszen ő polgármesterként és országgyűlési képviselőként sem hozott egyetlen egy céget sem Hódmezővásárhelyre. Soha egy komoly beruházást nem hozott, amikor ő volt az ország második legbefolyásosabb embere. Hát most nem kétlem, hogy ő képes elérni azt, hogy a McDonald's az egy-két évvel később nyissa meg a vásárhelyi üzletét, mint a Makóit. Makó éjjel-nappal nyitva van, és nincs forgalom, tiszta ráfizetés, de hát azt gondolom, hogy Lázár Jánosnak van kapacitása, hogy akár ilyenre is rávérjen egy talán független céget, talán fideszes céget, de mindesetre a McDonald's alig várja, hogy jöhessen Hódmezővásárhelyre. Egy japán cég jelentette be, hogy 300, később talán 600 munkavállalóval szeretne vásárhelyre jönni, és kérte, hogy adjunk el neki egy területet, amit mi meg fogunk tenni. A Falco butéripari cég 150 millió forintért vesz az ipari parkban egy nagy telket most azért, hogy itt nyithasson egy telephelyet. Tehát mi azt látjuk, hogy Hódmezővásárhely iránt is van érdeklődés, sőt Szeged iránt is van érdeklődés, egy hatalmas, valószínűleg elektromos autógyár fog majd 300 hektár földterületen elhelyezkedni, ahova biztosan, hogy Hódmezővásárhelyről is fognak dolgozók menni. Miközben a kormány leállít minden fejlesztést, leállították a Modern Városok programot is, nem csak Vásárhelyen, hiába hazudoznak róla. Lázár János mind a 23 megyegóvárosban, ahol volt ez a program, mindegyiket leállította. A megígért sok ezer milliárdos fejlesztéseknek a fele, ha megvalósult, vagy ha felese. Ha már Modern Városok program, beszéltünk arról, hogy aláírta azt a levelet, ami a 117 km kerékpárút. Még nincs válasz. Még nincs válasz. De azt szeretném lesz. Rövid válaszsal megválaszolta.
Bocsánat, csak azt szeretném leszögezni, miközben Lázár János és a kormány mindent leállít, oktatást, vasutat, egészségügyet tönkreteszi, amit mi Hódmezővásárhelyen gondozunk, az minden virágzik. Ez a város egy zöldebb, biztonságosabb, környezetbarátabb és történelmi emlékeit is jobban ápoló, mint valaha volt. Itt a mi fejlesztéseink mennek, a főtér megszépül, a városháza megszépül, a könyvtár megszépül, az Andrássy 9 megszépül, ingyenes közlekedésünk van, a hulladékudvart megnyitottuk és működik, csúszdaparkunk van, kempinget nyitottunk, bölcsödét nyitottunk, óvodákat újítottunk föl. Amit mi csinálunk, az mind működik, amit Lázár János csinál, az mind csőtömeg. Nemzeti konzultáció brüsszelezéssel vegyesen, sőt, minden kérdés talán Brüsszel elkezdődik, nem is tudom egészen pontosan, hogy van-e olyan, amelyik nem Brüsszelre utal. Mit szól hozzá? Tessék elképzelni, az a megtiszteltetés ért a hétvégén, hogy Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán említést tett rólam. Hát ezt negatív kontextusba tette ugyan, de valószínűleg összekevert engem saját magával, mint oly sokszor, amikor migráns betelepítőkről, meg háborúpártiakról beszélt, valószínűleg engem mindig összekever saját magával. Szerintem most is ez történt, mert azt mondta, hogy a Hódmezővásárhelyi polgármester megszabadult az ápolóitól. Engem nem kezelnek Grácsban, ezt mindenki tudja Hódmezővásárhelyen is, de térjünk vissza a szuverenitásra. Tehát tessék elképzelni, hogy most Orbán Viktor és a Fidesz azon küzd, egyébként nagyon helyesen, hogy Brüsszel minden kívánságát teljesítsék, annak érdekében, hogy megjöjjenek az Európai Uniós források. Éppen most olvashattunk, hogy ennek egy részét, 1 milliárd eurónyi pénzt, azt most fel fognak szabadítani. A legnagyobb támogatója Magyarországnak ebben von der Leyen asszony, az Európai Bizottságnak. Aki most ott van a plakátokon. És erre tessék elképzelni, hogy ott van a plakátokon. Tehát, hogyha valaki szándékosan azon dolgozna, hogy ne kapjunk pénzt, az Orbán Viktor. Egyrészt Brüsszelbe követelik a pénzt, másrészt aki még ebbe támogatná őket, mert nagyon sok ellenzője van, de aki támogatná, azt kigúnyolják egy lejárató kampányt indítva ellene, óriás plakátokra kitéve az arcát. Szóval ez nagyon-nagyon ostoba dolog, ez tényleg ápolásra szorul, aki ilyet csinál. Ugyanígy ápolásra szorul az is, aki önállóság, büszke, szuverenitásról beszél, miközben elismerte, hogy Putyin parancsának nem mondhatott nemet, és ezért ült le, száját nyalogatva, nyakkendőjét igazgatta a zavartan, lányos zavarában Putyin elnökkel Pekingben. Nos, a másik dolog, ami felháborodtak az európai politikusok, az ez az árulás volt, tehát egy körözött háborús bűnössel. Orbán Viktor kénytelen leülni, mert nem mondhat neki nevet, és közben az Európai Uniótól kér pénzt. Na most Brüsszelben nagyon sokan dolgoznak most azon, hogy Magyarország Orbán Viktor miatt soha ne kapjon egy fillért se Brüsszelből, azért, mert Orbán leül egy háborús gyilkossal. Tehát én nagyon nem helyeslem, és közben egy Brüsszel ellenes nemzeti konzultációt indítanak, közben kiplakátolják Brüsszel, ha kell a pénz, akkor tessék elfogadni az európai értékeket is. Ott nem szokás lopni, ott nem szokás egy háborús bűnösszel plakátra kerülni, meg nem szokás hazug lejárató kampányokat folytatni. Folytassuk vásárhelyi témákkal, bár a helyszín, amit most szóba hozok, az Szegeden volt. Kis Andrea és Tatár Zoltán beperelte önt, és tegnap tárgyalási nap volt. Miről szól a per? Hát ő szerintük annak az oka, hogy ők az elmúlt fél évben nem kaptak állást, vagy Kis Andrea esetében lehet, hogy több is, bár azt hiszem, hogy másfél éve nincs már fizetett állása a városházán. De hogy az utóbbi fél évben nem kaptak, az szerintük az, hogy én Fidesz érdekében cselekvőknek, magyarul Fidesz árulóknak neveztem őket. Valljuk be, hogy Magyarországon a munkaerőpiacon, ha valaki fideszes, az legalábbis nem hátrány. Tehát már eleve képtelenség az az állítás, hogy nekik személyesen 2-2 millió forintot kellene fizetni azért, mert én azt mondtam, hogy ők a Fidesz érdekében az Országos Egyéni Választókörzeti Bizottságot úgy állították össze, hogy abban látványosan csak Lázár János érdekében dolgozó képviselők voltak, mármint hogy Lázár Jánosnak a kívánság listája volt, hogy úgy mondjam, tehát akiketnél jobbat Lázár János sem kívánhatott volna. És hát még azt is letagadták, hogy nekik bármi fogalmuk lenne arról, hogy Szemző Margit, vagy Faragóni Színási Emese, vagy esetleg Tóth Györgyné, melyik párthoz köthető, melyik pártnak a szimpatizánsa. Kis Andrea és Tatár Zoltán a bíróság előtt igazmondási kötelezettséggel terhelten azt merték állítani, hogy nekik fogalmuk nincs. Hogy ők a választási bizottság tagjai voltak. Igen, a Tatár Zoltán által javasolt népsor szerinti tagjai voltak a választási bizottságban. Több
állítása miatt perlik. Tehát nem csak 7 darab állítás mindegyik ehhez a történethez, illetve az ő városházi működésükhöz köthető, illetve nyilván itt Tatár Zoltánnak a távozásához köthető. Még tehát 3 állítás Kis Andrea és Tatár Zoltán közösen perel rajtam, másik 4 állítás csak Tatár Zoltán, többek között itt az időben elhangzott állításomat az ő távozásának körülményeiről, amit visszahallgatva is azt tudom mondani, hogy a legnagyobb barátsággal és tisztelettel beszéltem Tatár Zoltánról akkor is, nagyon sajnáltam, hogy valamilyen okból ő egy olyan cselekedetbe keveredett, ami miatt végül távoznia kellett a városházáról. Mikor folytatódik a per? Februárban lesz a következő tárgyalás, még mindig a perfelvételnél tartunk, tehát úgy látom, hogy ez egy elég hosszadalmas eljárás lesz még. Egy másik per, a felesége pert nyert az Origóval szemben már nem először. Igen, hát sajnos ővelük szemben is másodjára, azt hiszem, talán a Riposzt volt még, ahol hasonlóan lezajlott már ilyen eljárás. Hát egy nagyon csúnya lejárató kampány volt, aminek köszönhetően a feleségem az addigi sikeres és jó megélhetést biztosító vállalkozását elveszítette, ezt a szakmáját, a szülésznői szakmát ott is kellett hagynia, puszta hazug rágalmak miatt. És csekély igaz, hogy az elveszett jövedelmének egy töredékét a bíróság most kártérítésként megítéli neki az Origóval szemben, de ettől függetlenül örömteli, hogy a magyar jogállamnak olyan csírái vannak, hogy még van olyan bíróság, aki az én feleségem mellett mer ítélni egy fideszes sajtóval szemben. Reméljük, hogy legalább ennyi szabadsága megmarad még Magyarországnak a következő időkben is. Folytassuk vásárhelyi fejlesztésekkel. Ugye az egyik legjelentősebb fejlesztés, ami jelenleg zajlik, ez a Tóth Malom utca építése. Beszámoltunk róla, hogy az aszfalt szőnyeg kész. Nagyon szép lett. Talán az útburkolati jelek festése is most van. Ha nem lennének covidosok a dolgozók, akkor bizonyára már elkészült volna. Valamikor most van folyamatban, de nyilván mindenkinek az a fő kérdése, hogy mikor hajthat rá az autójával. Hát elindítottuk a műszaki átadást, átvételt, december 7-ére van megtervezve ennek a folyamatnak a zárása, utána a kormányhivatalhoz kerül majd engedélyezésre és forgalomba helyezésre, ez általában egy 2 hetet vesz igénybe, tehát mindent egybevéve évvégére, jövő év január legelejére hivatalosan is használhatják majd az autósok is és a kerékpárosok is. Hát ahogy én látom, kerékpárosok már most is használják természetesen, hiszen azok, akik Öreg Kishomok, Új Kishomok, Kertváros irányából Susán Újváros ipartelep felé mentek, azok eddig is ezt az útvonalat használták, amikor még csak hát földút vagy ösvény volt erre. Úgyhogy én csak annyit kérek mindenkitől, hogy nagyon vigyázzanak addig is, amíg mi nem csak forgalomba helyezzük, hanem valamiféle átmeneti világítást is fogunk oda varázsolni. Ezek napelemes lámpákkal fognak történni, majd a végleges közvilágítás kiépítése nyilván ezeket helyettesíteni fogja, de a kerékpárosok élete addig is a legfontosabb szempont itt ezen az új szakaszon. Kérem az autósokat, hogyha majd januártól használni fogják, nagyon elővigyázatosak és udvariasak legyenek. A belváros rekonstrukció folytatódik egy újabb eleménél, történt jelentős előrelépés, a pavilon. Építése elkezdődött. Tehát egyrészt ugye még a földből is eltávolítottuk a volt nyilvános WC-nek, az épületének az utolsó maradékait is. Itt azok, akik engem személyesen is megkerestek, hogy nekik valamilyen okból kedvük lenne a korábbi falburkoló csempékből, kerámiákból egy-egy darabot esetleg megmenteni. Azoknak jó hírem van, mert én szóltam a kivitelezőknek, hogy tegyenek félre egy néhányat ezek közül a kerámia lapok közül, és ezeket majd valamilyen jótékonysági eljárás keretében nagyon szívesen rendelkezésre bocsátjuk a vásárhelyeknek, akik valamiért érzelmileg ehhez a egyébként nem túl szép épülethez kötöttek. Most minden esetre a teljes lebontás után új alapot építettek, tehát kiásták az alap helyeit, már elkészült a beton alap, és én azt láttam, hogy most már a falazó téglablokkokat kezdték el rakni, tehát a kivitelezés az töretlenül zajlik az időjárás ellenére is. A Tóaj utcán bontanak egy épületet a kőfal kiszabadítása érdekében. Hát erről már beszéltünk, hogy 1963-ban az akkori város vezetés eldöntötte, hogy a Hódmezővásárhelyi történelmi és egyfajta minden szempontból történelmi jelentőségű árvízvédelmi kőfal vagy téglafal mentén lehetőleg park legyen, és ezáltal mindenki közvetlenül is rálásson és megcsodálhassa ezt az érdekességet városunkban. Azóta építési tilalom van a kőfal alatt, de az addig megépült házak azok ugye azóta is ott vannak.
egy-egy házhely, talán egyetlen egy eddig. Már eddig is felszabadult, most mi egyet éppen bontunk, kiszabadítjuk a kőfalat, és új, ezen a szakaszon láthatóvá válik, de két másik teleknek a megvásárlásáról is már egyeztetünk a tulajdonosokkal, ott is a bontás, bocsánat, kettő ilyen van, eddig a Hótói Kutyafuttató és a MOL Kuttal szemben, vagy a KFC-vel szemben ugye van még egy ilyen foghitelkünk. Most lesz egy harmadik, és mondom, negyedik, ötödiket is megpróbáljuk már elindítani, úgyhogy szépen lassan a 60 éves álmot teljesíteni fogjuk, és a kőfalat apránként majd kiszabadítjuk a környező épületek fogságából. A nyugdíjas lakóparknál járda épül, ez lakossági kérés volt, hogyha... Lakossági kérés volt, elsősorban a nyugdíjas lakópark képviselői, vagy a nyugdíjas lakópark lakói kérték, valamint Fejes Péter úr, akinek a testvére és az édesanyja is ott élt, és 20 évig ezért a napi szinten járt a lakóparkban. Ő még azt is pesszimizmusában azt is megkockáztatta, hogy velem fogadott egy üveg borba, hogy évvégére elkészül vagy nem. Hát a hivatalos határidő a vállalkozó. Én fogok nyerni, és a lakók természetesen, ugyanis egyelőre legalábbis a hivatalos átadási kivitelezési határidő az december 31. Tehát ha a vállalkozó nem késik, akkor enyém az üvegbor, hogyha késik, akkor Fejes Péter úré. De a lakók mindenképpen nyernek, mert hamarosan el fog készülni ez az aszfaltozott út, ahol rehabkocsival, kerekesszékkel, babakocsival, kerékpárral, gyalog, bárhogy lehet menni, és ez egy nagy előrelépés. Korábban már beszámoltunk arról, hogy a közgyűlés 2 millió forintos támogatást szavazott meg annak a református templomnak, amelynek a tetőszerkezete megrongálódott az augusztusi viharban. Ezt most alá is írták, aláírtuk ezt a szerződést. Tegnap. Demeter János nagy tiszteletű úrral aláírtuk ezt a megállapodást, 2 millió forintból a balesetveszélyes állapotokat elhárítjuk. Városunk egyik legszebb történelmi épületén, a több mint 100 évvel ezelőtt Boros József helyi építész első munkájaként kicsit szecessziós, kicsit eklektikus, gyönyörű szép klinkertéglás kivitelezésben, tehát én azt gondolom, hogy tényleg egy csodálatos szép épület. A három szép református templom egy stílusban épült, ugye az újvárosi, a susáni és ez a tabáni. Úgyhogy a tabáni is nagyon rossz állapotban, a susáni már most megújult, az újvárosin korábban végeztek felújításokat, most a tabánit kellene egyébként is megújítani. Hát hogyha a református egyházon keresztül a kormánytól megjönnének azok a támogatások, amik tényleg lehetővé teszik, hogy minden vásárhelyi templom megújuljon, hát ha mindenki betartaná az ígéreteit, akkor ez nem lenne probléma, én remélem, hogy előbb-utóbb ez is megkövetkezik. A Zrínyi utca 9-el kapcsolatban korábban már mi is hírt adtunk arról, hogy ide hoznák vissza azokat az orvosi rendelőket, amelyek most kénytelen kelletlen a Bajcsi Zsilinszkin működnek. Hogy áll ez az ügy? Költözhetnek-e majd az orvosi rendelők az Zrínyi utca 9 szám alá? Egy 1,5 millió forintos sikeres beszerzést bonyolítottunk le állapot ismertető felmérés céljával. Ez azt jelenti, hogy azt a koncepció tervet fogjuk most ennek a keretében kialakítani, hogy lehet ott 3-4 orvosi rendelőt elhelyezni. Egyben az épület állapotát is felméri a vállalkozó ezért cserébe. Úgyhogy ezt követően, amikor ez elkészül, akkor tudunk kivitelezési terveket, engedélyeket beszerezni, közbeszerzést lefolytatni. Tehát innentől ez még egy-két év lesz, és hát a reményeink szerint, hogyha kormányunk megfelel az Európai Unió elvárásainak, külföldi idegen elvárásainak, a külföldi guruló pénzekért cserébe, akkor jön európai pénz Magyarországra, és akkor akár abból meg tudjuk csinálni. Hát ha sajnos elbaltázzák ezt is, és nem lesz európai uniós pénz, akkor majd mi a saját bevételeinkből kell kigazdálkodjuk ezt a projektet is, mint oly sok másikat, amit már megcsináltunk. Szaporodnak az okos zebrák Hódmezővásárhelyen a közeljövőben? Így van, igen, ez egy nagyon szép folyamat az elmúlt időszakban. Hódmezővásárhely eddig is a legbiztonságosabb megyegóváros volt, és erre nagyon büszkék vagyunk. Nyilván a kamerarendszernek a fejlesztése, karbantartása most is ezt a célt szolgálja. Ez elsősorban, de nem kizárólag ugye a bűncselekmények megelőzésére szolgál, de hát a biztonság másik alapvető összetevője az a biztonságos közlekedés. Világszerte ismert a zero, nulla baleset, nulla halál köteleződés. Tehát mi azt szeretnénk elérni, hogy Hódmezővásárhelyen se legyenek balesetek. Sajnos mindannyian ismerünk olyat, hallottunk olyat, aki közlekedési balesetben város határain belül vesztette az életét. Hát a közvilágítás megjavítása az egyik ilyen cél, pocsék állapotban van a vásárhelyi közvilágítás sajnos. Én azt gondolom, hogy most egy tisztességes közbeszerzést indítottunk arra, hogy ezúttal ne egy csalássorozat rész keretében újuljon meg a ledes közvilágítás Hódmezővásárhelyen, mint legutóbb.
ez a közvilágítás része, és a másik az pedig a zebráknak gyalogátkelő helyek, jobb megvilágítása, kialakítása, illetve az okos zebrák, ami villogással is jelzi az autósoknak, ha valaki át akar kelni. Már eddig is 6 ilyen okos zebra működik a városban, most 2 újabb fog készülni. Erre is a mai beszerzési tanács adott engedélyt. Ebben a versenyben a győztes ajánlattevő az azt hiszem, hogy 8,5 millió forintért bruttó, tehát áfával együtt 8,5 millió forintért 2 újabb okos zebrát alakít ki. Az egyiket az Holló utcán az iskolánál, iskola közelében, a másik az pedig a Kaszap utca 11 előtt, ha jól emlékszem a házszámra, de mindesetre a Kaszap utca közepén az Oldalkosánál, ugye ezt is azért jelöltük ki, mert nem olyan régen még ott is történt baleset. A programokról beszéljünk az időben végén. Először a most szombatról kezdődik a disznóvágások időszaka, és ennek egy jelképes rendezvénye lesz a Tájházban szombaton. Hát régen a vidéki Magyarországon ugye a legtöbb háznál tartottak disznókat, ez ma már nincs így, nem éri meg, egyszerűen nem gazdaságos, úgyhogy, de ezt a hagyományt, ezt a népszokást, mármint a disznótorozást, a disznóvágást, ezt mégis érdemes föleveleníteni, úgyhogy a pörzsölés, tisztítás és bontás műveleteitől kezdve a feldolgozásig ezt a mai gyerekek, családok, idősebbek és fiatalabbak egyaránt megnézhetik, megismerhetik a Árpád utcai tájházban, tehát az Oldalkosár utcánál bemenni a kőfal mellett a tájházban. Ott lesz most szombaton ez az András napi disznótoros, úgyhogy egy kis kóstolóval egybekötve várjuk a vásárhelyeket szeretettel. És akkor pillantsunk előre a karácsonyi vásár programjaira is. Hogy, hol, hogyan rendezik meg, milyen attrakciókkal rendezik meg most a karácsonyi vásárt? Hát a szokásos adventi időszakban, ugye a várakozás gyönyörű szép időszakában, Hódmezővásárhelyen ismét az adventi gyertyagyűjtások sorozatát fogjuk megszervezni. Ezzel egy időben már felállítjuk a karácsonyi vásárt. Ugyanannyi, és hát valószínűleg jó részt ugyanazok a vásározók jelentkeztek, mint az előző években, tehát 20 árus kiállító vásározó részvételével lesz idén is karácsonyi vásár. Attrakcióknak leginkább azt mondhatjuk, hogy az előző években már ugye 2 alkalommal is volt óriás kerék, a második alkalommal már a vállalkozónak nem érte meg, mert nyilván az első alkalommal, aki akarta, már kipróbálta, úgyhogy ebből adódóan most nem is óriás kerék lesz, hanem egy Dodge-em és egy körhinta. Minden évben 2-2 attrakció volt, volt, amikor kisvasút, volt, amikor körhinta volt az óriás kerék mellett, most egy Dodge-em és egy körhinta lesz. A feltételek ugyanazok lesznek, tehát a normál díjfizetés mellett használhatják majd a gyerekek, de akinek városkártyája van, az naponta bármelyik attrakciót, vagy mind a kettőt is egyszer ingyen használhatja. Tehát egy gyerek városkártyával, aminek minimál, ugye 1000 forintos díja van, meg a kiállítás díja egy másik 1000 forint, a Turinformban most téli helyén a strandon ki lehet váltani ezt a kártyát, és utána minden nap dodzsemezhet egyet, és körhintázhat egyet majd. És ez emellett pedig, hát az elmúlt években egy takarékos megoldással, és valljuk be, hogy a klímaváltozáshoz is jobban illeszkedő megoldással, egy műanyag viaszolt jégpályával próbálkoztunk, de azt láttuk, hogy a vásárhelyeknek ez egyáltalán nem tetszett. És más városokban is az volt a tapasztalat, hogy ez a műanyag jégpálya nem csúszik olyan jól. Úgyhogy abban a reményben, hogy azért lesznek kellően hideg napok Hódmezővásárhelyen, most a város régi jégtábláját próbáljuk majd felállítani újra. Most megpróbáljuk befedni egy sátor alá tenni, bérelni egy sátrat, ami többletköltség, de ugye itt a villamosenergia fogyasztása, a hűtésnek az óriási költsége miatt ez megéri. Úgy számoljuk, hogy ez megtakarítás lesz. Úgyhogy sátor alá, és a sátor nagyobb mérete miatt ugye nem a Kossuth térre, hanem valószínűleg, ha mindent sikerül elrendezni és áramot biztosítani, akkor a Hősök terére fogjuk tenni. Tehát lesz egy karácsonyi vásár elsősorban a Kossuth térre koncentrálva, és a Városháza másik oldalán, a Hősök terén pedig egy jégpálya. Ezek az attrakciók Dodge-emmel, egy körhintával, jégpályával reméljük, hogy megfelelő szórakozást biztosítunk a vásárhelyeknek. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Nézőinknek a figyelmet köszönjük, viszontlátásra!